Lányok, mi volt az utolsó mese, amit mondjuk a gyerkőceiteknek vagy az ovisaitoknak meséltetek, és miért azt? Ivett? Éppen tegnap este fejeztük be a Misi Mókus kalandjait Laurával, a kislányommal. Hát éppen ezért ez volt a választás, mert az évzárókor az osztályban kiadtak egy listát, amiről választhat, ugye nem adtak kötelezőt, és ez volt az első, amit kiválasztott, ezt a Misi Mókus kalandjait. Egyébként nagyon tanulságos volt, ugye a Misi Mókus elmegy útra kél, megkeresni az örökké termő fát, hogy ne kelljen neki télire összerakosgatni a kis terméseket, de aztán a kalandja során sok mindenkivel találkozott, aztán megtalálta ezt az örökké termő fát, és kiderült, hogy az ottani mókus rokonai teljesen lusták, elhízottak, és hogy igazából neki nem is tetszik ez a világ, amit ő ott megtalált. Úgyhogy Laurának is nagyon tetszett a kislányomnak, hát ez egy elég vastag könyv, úgyhogy egy picit segítettem azért neki olvasni, mert ő még csak 8 éves, mondjuk úgy, hogy a 90%-át ő olvasta. De úgy olvastuk, hogy ugye hangosan nekem olvasta, van amikor, tehát igazából ezt az évzárótól kezdve tegnapig fejeztük be, néha hétvégén, amikor én ott főztem a finom ebédet, akkor ott nekem hangosan olvasott, hogy igazából ezért tudom én is végig a történetet. De tényleg nagyon tanulságos volt, mert igazából aztán a Misi Mókus visszatér a családjához, és belátja, hogy mégiscsak jobb ez a szorgalmas és tenni akaró világ, hogy a társaival ott rakja a télire a szeleséget. Erről szólt ez a mese, de a kedvenc mégis nekünk az volt, ami a bölcsödéskorban már elkezdődött. Minden este olvastam neki az Öreg néne őzikéjét, ami nagyon megfogta, és az óvodában már szinte ő mesélte a többi társainak, és ő mondta a mesét. Annyit hallgatta. Hogy ezt mondtad. Be tudja, mert el is hozta a könyvet egyébként, igen, mint egyik kedvencet. És ti egyébként a Misi Mókust, ezt szoktátok mesélni az ovisoknak? Annyira nem szerintem, de úgy, ugye ismerem én is a mesét. Diafilmen megvan, aztán valamikor előjön, de mivel, hogy minden évben más csoportunk van, más összetételű gyerekekkel, mindig más mesék jönnek elő. Van, amikor ugyanaz a mese előjön minden évben, de elég változatosan szoktuk kiválasztani a meséket. Most például, hogy mit meséltünk utoljára, a nevelési év igazából a gyereknappal vége lett. Nálunk gyereknapkor az óvodában meseországot tartunk azon a héten, és ilyenkor minden nap mesélünk. Úgyhogy vannak népmeséket, válogatunk tréfás meséket, ilyenkor mindenféle mese előjön azon a héten, tele vagyunk mesével olyankor, és az utolsó nap a gyereknapkor meseországot tartunk a gyerekeknek kinn az udvaron, és akkor ilyenkor fagyi evéstől kezdve a ragasztásig, a mozgásos játékokig mindent megcsinálunk kinn az udvaron. És a tanulsággal egyébként hogyan álltok? Mert ugye szokták azt mondani, hogy a gyerekeknek nem szabad levonni a tanulságot, igen, a mesékből, mert van. A gyereknek magának kell rájönnie. Ivette, meg szoktad ezt beszélni a Laurával, vagy elmondod feltétlen, neki? Feltétlen, és ő maga is néha rákérdez, hogy most anya, ez hogy is volt? Uh-huh. Mondjuk csak el, néha én is úgy, amikor már látom, hogy fárad, rákérdezek, hogy figyelsz? Visszakérdezek a meséből, hogy azért ott van-e. És szerintem nagyon fontos az erkölcsi tanúság, hogy később a gyermek megtanulja azt, hogy hogyan állhat ki a gyengébb társai mellett, és hogy hogyan harcolja ki a saját jogait egy-egy konfliktus során. Te, Bea, te leszoktad vonni a tanulságot a gyerekeknek, vagy hagyod, vagy ti is megbeszélitek mondjuk csoportosan? Hát van, amikor megbeszéljük, de főként a gyerekek igényei szerint. Tehát legfontosabb az élménybiztosítás. Azt, hogy együtt vagyunk, a csoport kohéziójának a fejlesztése. Minden csoportban megvannak a rituálék, hogy hogyan mesélünk, és ezt a gyerekek már ismerik. Ugye a nagyobbak bevezetik mindig a kisebbeket, mert vegyes csoportokban dolgozunk Barcson az óvodákban.
és a rituáljaik is mind mások, minden csoportban más, nem minden óvodában, minden csoportban más. Minden óvónő vagy óvónői pár megbeszéli azt, hogy hogyan fognak mesélni. És ez azért fontos, hogy az óvónő is sokkal könnyebben előadja a mesét akkor, hogyha a saját rituáliát használja. Igen. És vannak ilyen mondjuk bevett meséitek, amik mondjuk így a klasszikus tanulságokat tartalmazzák, hogyha mondjuk szülők nézik ezt az adást, akkor nekik ajánlva, hogy mit lehetne mesélni a gyerekeknek. Rengeteg kedvenc mesém van egyébként, de mai gyerekek már nem olyanok, mint 20-30 évvel ezelőtt voltak a gyerekek, úgyhogy a mai gyerekeknek már más a meseigényük is, de vannak klasszikus mesék, amik elnyűhetetlenek. Például ilyenek a Szutye-féle mesék is. Nagyon jó a kis csoportosoknak, mivel nagyon rövidek, érthetőek. Aztán szoktam használni már a modernebb gyerekeknek a Döbrente Ildikónak a meséit. Vannak ott is rövidebbek, viccesek, tréfás mesék. A mai gyerekek nagyon szeretik az ilyen meséket, meg ahogy nagyon mozgalmas legyen, mert ugye a mai gyerekek már sokkal mozgékonyabbak. Nehezebb lekötni egyébként a figyelmüket is. Hát igen, ez így van. Ivett, nálatok van valamilyen ilyen bevett mese? Hát ami nagy kedvencünk volt, az a Bogyó és Babóca. Én ezt gondoltam. Igen, gondoltam. Ami most nagy klasszikus. És ugye ennek vannak már DVD változatai, sajnos. Én azt mondom, hogy sajnos, mert én jobban szeretem könyvben ugye megfogni, átlapozgatja, olvashatja. Nagyon szép rajzzal vannak ezek a Bogyó-Babóca mesék. És még tavaly is az elsőben, ugye ezt sokat olvasták, ott az iskolai könyvtárból kikölcsönözhették, és szinte a 80% az osztálynak erre a Bogyó és Babóca mesekönyv. Meg az Anna és a Peti. Igen, Anna, jó, ezeket meddig lehet egyébként ajánlani, mert azért a Bogyó és Babóca is olyan, hogy iskolás gyerekek azt mondjuk olvassák még. Igen, az elsőben igen. Ez kifejezetten. Én nem tudom, annak most idején másodikban már nem. Az Anna és Petivel kezdtek ugye az általános iskolában, már nálunk is volt, hogy amikor a gyerekeim iskolások voltak, akkor azt olvasták. Igazából én akkor szoktam ezt használni, ezeket a meséket, amikor olyan gyerekek vannak a csoportban főként, amelyek magatartás problémákkal küzdködnek, vagy picikék, mert ezek a mesék sokkal közelebb állnak hozzájuk, már a gyerekekhez, és könnyebben beleélik magukat, a figyelmüket sokkal könnyebben leköti, és az Anna és Peti Gergő a saját, tehát az ő életükről szól. Sőt, még a szülőknek is ajánlanám az Anna és Peti Gergőt, mert nagyon sok problémával találkozhatnak benne, ami a saját gyerekeikre is ráhúzhatnak, és megoldást ad. És mi a helyzet az illusztrációkkal? Miközben ti meséltek, mondjuk mutogatjátok a gyereknek azt, ami mondjuk a könyvben van, vagy hagyjátok, hogy ő magának elképzelje a történetet? Az óvodában nem mindig használunk illusztrációkat. Valamikor fejből mesélünk, de előfordulhat főként alvattatás előtt az, hogy könyvből meséljük a meséket. Aztán van, amikor saját készítésű illusztrációt használunk. Egy állóképpel szerintem nem lehet semmi probléma, hogyha illusztrálunk egy mesét, mert a gyerek mozgásba hozza ezeket a képeket. Tehát ugyanúgy fejleszti a képzelőerőt, a fantáziát. Például nagyon szokták ajánlani a tévébe a magyar népmeséket. Ivett, nálatok ez hogyan működik? Nálunk ez az elsőben volt nagyon fontos a Laurának, amikor ugye olvasni tanult, hogy minél több kép legyen benne, szinte a könyvtárban is olyanokat válogatott ki, amiben alig volt olvasnivaló, és akkor mondtam, hogy azért egy kicsit most már másodikban, ugye ebben Misi Mókus kalandjaiban is úgy volt, hogy már nem nagyon sok illusztrációs rajz van benne, tehát a képzelő erőjére van bízva ez, hogy ezt a Misi Mókus most, amikor bevetésen volt, akkor azt hogy tudta elképzelni. De nagyon tetszett neki, úgyhogy... Igen, ez fontos, hogy belső képet tudjon alkotni a gyerek. A saját szűrőjén keresztül lássa a mesét, nem pedig segítséggel. És akkor itt tudunk szerintem áttérni arra, ami ugye a problémánkat képezi ebben a világban, hogy nagyon sok szülő, mondhatnám egy kicsit úgy, hogy lustaságból is, nem mesél a gyereknek, hanem mondjuk elérakja a számítógépet, elérakja a tabletet, és akkor elindítja a videót, és
nézze a gyerek, nem énekel a gyereknek mondjuk, hanem beteszi a zenét. Nektek erről mi a véleményetek? Mi az, amitől mondjuk megfosztják a gyerekeket azáltal? Mi a szülői értekezleten minden évben felszoktuk vonni a szülőknek a figyelmét, hogy a mese nagyon fontos. Ez nekem egy ilyen nagyon fontos dolog, hogy a szülőknek elmondjam azt, hogy hogyha csak naponta egyszer mesél a gyerekének, akkor már nagyon sokat tett. Mert a mesé által rengeteg területet, rengeteg tanulási képességet fejleszt. Nem csak az a fontos, hogy testileg a gyerekeinkre odafigyeljünk, hogy evette, hanem lelkileg is kell táplálnunk, és a mese az egy csodálatos eszköze annak, hogy a gyerekünkre figyeljünk és lelkileg tápláljuk. Nem lehet azt mondani este egy gyereknek, úgy gondolom te is, hogy én most fáradt vagyok és nem mesélek. Pedig ez nagyon, nagyon fontos, hogy a napnak a végére rakunk egy pontot. Hogy a gyerek is fel tudja dolgozni a napi eseményeket, megnyugtassa, és a problémáit, ami nyugtalanítja, meg tudja oldani a mese által. És az sem mindegy, hogy ki mesél, meg hogyan mesél. Ez így van. De a gyerekeknél valamilyen szinten szerintem egy ilyen feszültséglevezetés is. Igen, az, igen. Hogy van valami probléma mondjuk a kis életükben, és akkor azt anyával, apával egy mesén keresztül meg tudom beszélni, igen. És tanulni tudok abból, amit ők mondanak, vagy amit az a mese mond nekem. És ettől nagyon sok szülő megvonja szerintem a gyermekét azáltal, hogy akkor elé rakom a videót, és akkor nézd meg, eléd van rakva maga a képi világ is, és a gyereknek nem kell mit hozzátennie. Lehet, hogy félnek is a saját gyerekeiktől, vagy nem ismerik annyira, hogy milyen mesét mesélnek a gyermeküknek, mert az sem mindegy. Mert az óvodában is azért mindenki tudja, hogy milyen a csoportja, milyen gyerekek járnak a csoportjába, és ahhoz választunk mesét, nem úgy, hogy csak úgy egyet gondolok, és akkor azt mesélem, mert lehet, hogy nem is fogja érdekelni a gyereket. Lauránál egyébként hogy van? Tehát ő mondjuk szeret tévézni, beülni a tévé elé, vagy ő inkább annyira elvonul, és akkor inkább ő olvaska? Igen, nem elvonul. És van úgy, hogy az iskolából is hazaér, fölmegy, van egy kis fenti dühöngője, úgy mondjuk, ott van egy hatalmas nagy könyvespolc, és azt veszem észre, hogy csöndben van a gyerek. És megyek, nézem, és olvasgatja, lapozgatja a könyvet, úgyhogy én nagyon büszke vagyok rá. De ez olyan jó, mert ugye te kiskorától kezdve folyamatosan igen, olvasol folyamatosan neki. Minden este olvastam. Igen. És ez meg is látszik akkor a viselkedésén egyértelműen. Igen, és ezt a könyvkukac díjat is elhoztam, amit is szeretnék megmutatni. Könyvkukac díj. Gali Laura részére, aki bebizonyította, hogy az osztály egyik legolvasottabb tanulója. Hát igen, de ez nagyon-nagyon neveltetés kérdése. Én azt gondolom, egyébként de a nálatok mondjuk a gyerekeknél látszik az, amikor olvastok nekik, hogy ki az, akinek otthon folyamatosan olvasnak, meg ki az, akinek mondjuk egyáltalán nem. Látjátok a gyereken az, hogy szokatlan neki az, hogy leültetik, és akkor figyelnie kell mondjuk? Hát van olyan gyerek, akinek nem belső motivációja az, hogy leüljön mesét hallgatni, hanem látja a többieket, hogy na, most mese lesz, mert a mese dalt, vagy a mese indító dalt hallja, és akkor meg a többiek mennek, és azért jön. Aztán megtanulja azt, hogy neki is oda kell ülni. Én dolgoztam másik óvodában is, ahol sok hátrányos helyzetű gyerek volt. Az ő figyelmüket valahogy könnyebb volt lekötni. A többi kolléganőm is, aki velem együtt másik óvodában dolgozott, ők is ugyanazt vallják, mint én, hogy én a Szent István utcai tagóvodában dolgozom, hogy itt más a gyerek összetétel, sokkal nehezebb őket lekötni. Uh-huh. Nagyon nehéz a televízióval fölvenni a versenyt, mert ugye a televízió villog. Folyamatosan ingert közöl a gyerekekkel, amit egyébként nagyon nehezen tudnak követni. Az óvodában viszont mi nem tudunk villogni, úgyhogy főleg a nagyobb korosztályt, aki esetleg nem annyira van hozzászokva az állandó meséléshez, ki kell találnunk egy-két dolgot. Tehát feladják a leckét azt, hogy az óvónő hogyan oldja meg azt, hogy az ő figyelmét, a figyelmi koncentrációját tudja fejleszteni. Igen, de vannak hozzá eszközeink, tehát mi is szoktunk illusztrációkat készíteni, olyan mesét választunk, ami felkelti az érdeklődésüket.
Aztán van olyan, amikor a kicsiknek például viszek be kis állatokat, plüss állatokat akár, vagy kis műanyag állatokat, és ami az állatokról szól, akkor ezeket az állatokat kiszoktam nekik osztani, hogy közben, amíg ugye mesélek, akkor a gyerekekhez tudok odafordulni, hogy ki melyik szerepet vette ugye föl. Nekik nem kell mesélni, mert én ugyanúgy a párbeszédekben az állatoknak a hangját is ugye én szoktam adni. De akkor ezzel bevonom már őket. Aztán van olyan, amikor diafilmet nézünk. Ez megint más, mint a televízió, mert állókép. Aztán a nagyok már diafilmnek a képeiről mesélnek, a piciknek. Erről jut eszembe mondjuk a bábozás. Ti báboztatok mondjuk régen? Igen. Amikor a Laura pici volt? Igen, úgy, nagyon sokat. Úgy adtátok elő a mesét, hogy közben játszottatok a bábokkal. Igen, nagyon sokszor. És szerette? És nagyon szerette, igen. És még most is a nyári szünetben ugye előkerültek ezek, hogy így pakoláztunk tegnap ott fönt a kis dolgait. És igen, elővette és bábozott. Nagyon szereti. És szerintetek, hogyha mondjuk tényleg van egy ilyen gyerkőc, akinek otthon nem mesélnek, mondjuk a Laurának, hogy gyerekkorától kezdve folyamatosan, akkor lehet-e nála olyan pillanat az életébe, hogy de én ezt nem akarom, én olvasni akarok, én nem a tévét akarom bámulni, vagy annyira benne van ebbe a világba, hogy ő nem is próbál meg mondjuk olvasni, vagy nem próbálja meg szeretni a könyveket. Erről mi a véleményetek? Hát ugye én ezt most anyaként mondom, hogy nekem is vannak gyerekeim, egy lány és egy fiú ikrek, tehát majdnem ugyanazt kapták egész végig. Minden este meséltem én is nekik. Aztán amikor egy kicsit nagyobb bacskák voltak már, akkor már két mesét kellett mesélnem, mert ugye a lány is mást akart, mint a fiú. Uh-huh. Úgyhogy akkor két mese volt este, és később már saját maguk olvastak, olvasó tigris, meg hasonló kötetek voltak, a nagybetűs, és tudták olvasni. Aztán, amikor már olyan 8-9 évesek voltak, a Klasszikusok könnyedén című sorozatot olvasták, azt nagyon tudom egyébként ajánlani ennek a harmadik, negyedik osztályos korosztálynak. És aztán valami megszakadt. Érdekes módon a kis tinédzserek lettek, és valami megszakadt. Most is érzik azt, hogy olvasni kellene, tehát valahol ott van nekik mégis, de a számítógépes világ sajnos nagyon-nagyon belerondít ebbe a dologba szerintem az olvasóval nevelésbe. Ivet, szerinted te látod mondjuk a Laura osztályába vagy baráti körébe ezt, hogy a gyerkőc annyira nem nincs a hajlam arra, hogy olvasson, hanem inkább tényleg, ahogy a Bea mondja, beül a számítógép elé, vagy bambulja mondjuk Igen, a sajnos vannak olyan kis barátok és rokonok is sajnos a családban, aki igen, oda teszi elé a laptopot, vagy éppen a mesét bekapcsolja neki, mert hogy az könnyebb, ő addig közben elvégzi az otthoni munkáit. Én úgy gondolom, hogy a rendszeresség az nagyon fontos, hogy minden nap olvassuk neki, mert ez egy bensőséges kapcsolat is, igen, úgy gondolom, a gyerek és anya között. Vagy éppen aki olvas, apa, legyen az nagyszülő, akárki, hogy legyen meg a rendszeresség, és ez a belső kapcsolat tényleg ki fog alakulni, és a gyereknek ez hiányozni fog. Ez az óvodában is így van. Tehát amikor az összes gyerek körülöttem ül, és törökülésbe vagy térdelek közöttük, annál nagyobb élmény nem hiszem, hogy nagyon van. És az összes gyereknek a kis tekintete rajtunk lóg. És van olyan gyerek, hogy oda muszáj, hogy mellém üljön, de hogy volt már olyan gyerekeim is, aki ölbe ült mindig. Törökülésbe ültem, és ő neki mindig ott kellett ülnie, de a többi gyerek is már úgy megszokta, hogy ő ott ül, hogy nem is csináltak ebből problémát. Ezek olyan élmények, hogy nekem az én lelkemnek is jó. Igen, épp ezt mondtam a Beának egyébként, mielőtt megjöttél, hogy bennem annyira megmaradt az, hogy nekem a nagymamám kiskoromban folyamatosan mesélt. Pöttyös Pannit mondtam, igen, hogy az tényleg, hogyha még csak beleszagolok a könyvbe, akkor is ilyen nosztalgikus érzésem lesz tőle. Akkor a Gőgös Gúnár Gedeon, tehát ezeket az abszolút klasszikusokat, és annyira megmarad az emberbe. És én például imádok olvasni, tehát, hogy az ember szerintem, hogyha tényleg úgy nevelik,
akkor később is megmarad benne az, hogy igenis. Ha még tényleg itt van a tévé, itt van a telefon, vagy bármi, az ember a lelkemélyén tudja, hogy de nem ezt kéne, hanem sokkal többre mennék hozzá, ha mondjuk olvasnék. És szerintetek milyen az abszolút jó mese? Milyen jellemzői vannak a jó mesének? Hát szerintem, amelyik a minden mese lehet jó, uh-huh. szerintem, csak lekülse a gyerek figyelmét. Nem vagyunk egyformák, mindegyikünknek más a kedvenc meséje, és szerintem minden felnőttnek is van egy kedvenc meséje, amit gondolom, hogy a gyerekkorból Igen. merített, és azt szokták mondani a pszichológusok, hogy ez jellemző az életünkre is, tehát ránk is jellemző a kedvenc mese. Nekem a kedvencem a Hófehérke és Rózsapiroska volt, ez egy Grimm mese egyébként, de érdekes, hogy először nem a tartalom fogott meg engem gyerekként, hanem az illusztráció. Uh-huh. Nekem az nagyon fontos volt akkor. És ez egyébként miről szól? Hát két kislányról szól, uh-huh. nekem van egy húgom is egyébként. A Hófehérke meg a Rózsapiroska, és az anyukájuk neveli a két lányt. És van benne egy medve, aki a végén királyfivá változik. És a medvének van egyébként egy testvére is. És Ivett, neked mi a kedvenc meséd, vagy mi volt a kedvenc meséd? Nekem a kedvenc mesém a Lázár Ervin négyszögletű kerekerdőből a Dömdödöm. Ez már egy eljátszák. Komolyabb mese. Szerintem ez rám azért ragadt, mert én annó még... jártam egy ilyen színjátszó csoportba, ahol ezt előadtuk, és nyertünk is vele Kaposváron. Azóta is olvasom a kislányomnak, és ő is nagyon megszerette uh-huh. ezt. Igazából ez volt, ami úgy kedvenc, és mai napig így, amikor elővettük a kislányommal, így húszinte könnyeim kijöttek, hogy emlékeztem a szövegre teljesen. Ugye az Ivett mondta, hogy ő minden nap mesél még mindig a Laurának. Mikortól és mennyit, tehát mondjuk időtartamra esténként, mennyit kell olvasni a gyereknek? Ezt szerintem nem lehet megmondani. Uh-huh. Én terhesen is meséltem a gyerekeimnek. Nagyon fontos a magzati nyelv. Fontos a gyereknek, hogy hallja az anyának a hanglejtését. A gyermeknek a fejlődésében ez nagyon sokat számít. Aztán később is, amikor megszületek, akkor talán még nem annyira meséltem, de amikor már ilyen 4 hónaposak lehettek szerintem, akkor már minden este meséltem a gyerekeimnek otthon, rendszeresen. Lányok, köszönöm, hogy eljöttetek. Biztató volt azt hallani, hogy azért van, aki így áll hozzá, hogy minden egyes nap mesélünk a gyereknek és figyelünk a gyerekre. Úgyhogy akkor szerintem mi most le tudjuk vonni a tanulságot ebből, és le tudjuk mondani a szülőknek azt, hogy igenis, ne a tabletet, meg a számítógépet tessék odarakni a gyerek elé, hanem igenis mesélni kell a gyereknek. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.